466 millió forinttal támogatja a kormány az Ég tartja a földet, Erzsébet a Szerelem szentje címmel készülő musicalt. A zenét Szikora Róbert, a szöveget Lezsák Sándor jegyzi, és februárra tervezik a premiért. A produkció két fővédnöke Kásler Miklós miniszter és Erdő Péter bíboros, Esztergom budapesti érsek. A musical hazaszeretetre fog tanítani, és az alkotók nem titkolt célja, hogy rehabilitálni szeretnék Gertrud királynét, akit Erzsébet mellett szintén a szerelem asszonyaként mutatnak be. Hát itt a szerelem a szervező elv. Itt a szerelem, ugye a vallás mellé emelkedik, ugye itt a vallásosság és a hazaszeretet, az a két eszmény, amit itt ugye az alkotók azok a befogadó homlok terébe akarnak emelni, és akkor emellé kerül a szerelem, hiszen a musical és a szerelem, hát ők azért régi bűntársak. Hát nem most kezdődött az ő együttműködésük. A, ugye hazaszeretetre kell nevelni a magyarokat, másrészt vallásosságra kell nevelni, továbbá szeretetre, és ha egy mód van rá, legyenek a szeretet, szerelem szentjei, hiszen ez azt jelenti, hogyha mondjuk elveszíted a férjedet, akkor te nem menj még egyszer férjhez, hanem akkor te tarts ki abban a szerelmedben az életed végéig, mint etus. Emlékszünk Etusra. Etus a szerelem szentje ebben az értelemben. Pont úgy, mint ebben a történetben Erzsébet. Ugye Etusnak volt egy férje, valamikor, azt hiszem, hogy 56-ban halt meg, vagy valamilyen sztori, ilyen háttérsztoria van, és Etus utána többé nem ment férjhez, hiába próbálkozott nála Józsi a piacról, meg hiába próbálkozott nála virágdoktor, meg hiába próbálkozott nála a Sinkó László, én nem tudom, hogy hívták a Sinkó Lászlót a szomszédokban. De hogy ott a magyar színjátszásnak egy komplett nemzedéke próbálta a gerincre vágni Etust, de Etus nem adta magát. Ő is a szerelem szentje volt. Ez jelenti a szerelem szentjének lenni. Egyszer szerelem, mindig szerelem. Szeretsz valakit, az illető meghal, és te nem tudod újra avatni a szívedet másnak, hanem abban a gyászban temetkezel el. És akkor maradnak a kerámia munkáid. Nagyjából. Szabó Károly volt a karakter neve, nem tudom, hogy karcsiszták, vagy hogy nevezték. Indiában vannak olyan özvegyeknek otthont adó ilyen közös házak, amelyben kizárólag nők laknak, ahol akár 12-13 éves özvegyek is laknak, tehát igen korán érezzük, hogy mennyire korán férhez adták őket, és nagyon korán meghalt az a férj. És ezek a nők ott élik le a maradék életüket, mert ők ennek a házasságnak szentelték az életüket, de ez a házasság egy özvegységbe fordult nagyon korán. Én ezt, amikor erről beszámoltak, akkor egy ilyen teljes értetlenkedés, illetve nem, hát 50% értetlenséggel, és 50% valamilyen egészen furcsa tisztelettel néztem, hogy én ezt értelmetlennek látom, mégis egy nagyon komoly elhivatottságnak. Ugyanakkor számomra a majdnem minden vallásnak az alapja a szeretet. És azt gondolom, hogy ez egy önzetlen, akár az ellenségedre vonatkozó szeretet is. Míg a szerelem az egy önző érzés, az én véleményem abszolút szerint. Messze menőkig. Ettől még a két dolgot egymás mellé lehet emelni, csak pont a napokban történt az, hogy a Szikradínak a zsűriéből Mező Misi és Gável Gellért kiszálltak azzal, hogy itt a kereszténységet népszerűsítő popzenéknek a kiválogatása nem sikerült elég jól, mert díjat kapott egy olyan zene, ami elég megosztó, mert Reggeli Flört a címe, és egy ilyen kávés, csajozós, rappes popzenébe van beleoltva a keresztény üzenet. Vajon megfér-e a kettő dolog együtt? Nem sokkal kisebb dolog-e a szerelem a szeretetnél? Lényegesen kisebb dolog a szerelem a szeretetnél, de az biztos, hogy a szeretettel nem lehet musical jegyeket értékesíteni olyan jól, mint a szerelemmel. Tehát a szerelem az egy sokkal 19. századibb, sokkal romantikusabb, sokkal jobban megszervezi a klimaxoló nőket ez a helyzet.
Csak hogy itt azt írja, hogy a musical haza szeretetre fog tanítani, nem haza szerelemre. És ez itt megint egy olyan dolog, én most egy kicsit elkanyarodnék ebbe az irányba, hogy én ezt borzasztóan méltatlannak érzem. Tehát megkapta erre a musicalre ezt a 466 millió támogatást, ami akárhogy is, de ez egy önazonos lépés a hazaszeretetre nevelni valamivel. Amit én méltatlannak érzek, az az, hogy erre a célra a musicaleket használjuk fel. Tehát, hogy nekem nyilván a manírosság sem túl szimpatikus ezekben a musicalekben, de nekem koncepcionálisan van ezekkel a musicalekkel inkább problémám, hogy értem, hogy ez egy populista műfaj, tömegeket lehet vele megszólítani, de hogyha létezne egy olyan műfaj, ahol random 5 percenként kézre pattanunk és kézen állva játszunk, az nem legitimálná ezt az egészet. A musicaleknél mégis elfogadjuk, hogy ahol az az egyszerűbb, ott éneklünk, ahol az az egyszerűbb, ott prózában beszélünk. Amikor szeretnénk átadni egy ilyen üzenetet, valamit, amit mondjuk, hogy szívügyünknek tekintünk, vagy legalábbis annyira szívügyünknek tekintünk, hogy megtámogatjuk 466 millió forinttal, akkor biztos, hogy erre a legjobb módszer a musical? Hogy biztos, hogy elmegy a fiatal házaspár, vagy hát így a 40-es éveiben járó kiégett házaspár, akik unják, hogy nem költözik el otthonról a 25 éves gyerekük, elmennek egyszer a Víg Színházba, megnéznek egy jó kis musicalt, majd úgy érnek haza, hogy apuka, de megvernék pár románt, én úgy szeretem a hazámat. Tehát biztos, hogy ez a jó formátum erre? De te még nem figyelted meg, hogy a nemzeti együttműködés rendszer az jellemzően nem a tömegeket emeli fel a kultúra parnasszusához, hanem a kultúrát szállítja le a tömegekhez, a tömegek nívójára. Mert így kifizetődő. Mert valójában nem az országban érdekelt, hanem önmaga uralmában érdekelt, és ennek megfelelően kiszolgálja a közízlést, kiszolgálja a tetszést. Nekik ez nem derogál. Ezt kell érteni. Nekik nincsen. Milyen kulturális normáik vannak, amiből most nekik alá kellett adniuk, hogy most ők a musicalt feltöltik hazaszeretettel, meg szerelemmel, meg vallásossággal, meg szentséggel, meg áhítattal. Milyen kulturális normákból kellett engedniük? Fási Ádámból? Bunyós Pityuból? Miből? Hát mi is az a nívó, ahonnan ők most leereszkedtek? Egyesek szerint mondjuk szerinted túl mélyre. Létezett ez valaha? Én csak azt kérdőjelezem meg, hogy működőképes-e ez a stratégia. Tehát van-e valaki úgy... Én nem kérdőjelezem meg ezt. Van-e valaki, aki úgy megy el a Víg Színházba megnézni azt, hogy meghal a kis nemecsek, de jaj, de jó, akkor énekeljünk egyet, Einstein tesó. Van-e valaki, aki erre úgy tekint, mint vagy az én és a kisöcsémre, hogy ő most magas kultúrát fogyaszt? De nem, ugye nem. Tudod, hogy nem viccelsz, hogy Pál utcai fiúkból van musical? Tudom, hát... Azért mondtam. Ez rettenetes. Puskás öcsi musical is van. És József Attila musical is van. És Tesla musical is van. De itt, tudod, ez a korszellemről szól. És ők kiszolgálják a korszellemet. Eszükben nincsen megváltoztatni. Eszükben sincs a saját képükre formálni. Ők kiszolgálják a korszellemet. Mi a korszellem? A mai ember, a történelem utáni ember nem hajlandó. Lehet, hogy képes, lehet, hogy nem képes, sosem derül ki, mert sosem próbálja ki. Nem hajlandó 2 órán keresztül odafigyelni egy cselekményre, hogyha abban nincsenek fülbemászó dallamok. Esetleg ha ott tánc. Nem énekelnek, táncolnak, nem kapja meg azt az élményt, ami oldja az egészet. Ez olyan, mintha nem tudná tisztán meginni a bort, csak fröccsbe. Muszáj szódával felönteni, mert túl tömény neki, túl intenzív kultúra neki, egy színdarab mondjuk 2 órán keresztül, csak prózában. Nem képes rá odafigyelni, nem érdekli, nem vesz rá jegyet, akkor inkább bekapcsolja a tévét, és nézi a való világot, vagy nézi a Sztárban Sztárt. Emlékszünk azért az István a királyra, ami... Azt gondolom, hogy nem musical. Azért nem, az rock, azért rock, de jó, a Szomszédok meg teleregény. Tehát, hogy nincs olyan... Nem, az nem musical, mert a musicalnek... Csak a... elmondom végül is, hogy azért nem musical, mert egy büdös szó nem hangzik el benne prózában. Igen. Hanem ez végig, ez valóban egy opera, és azt valóban rockzenébe oltották. Mégis
mégis mivel egy populáris zenei műfajra ül rá, azért az emberek musical jellege miatt fogyasztották, csak fel sem tűnt nekik, hogy nem beszélnek benne. Nem. Szerintem nem. Szerintem a musicalt azért könnyebben fogyasztják az emberek, mert olyan, mint egy hullámvasút. Van az, amikor lent vagy, van az, amikor fent vagy benne. Most függetlenül attól, hogy milyen magaslatban vagy, amikor egy egyenes terepen mozogsz, többé-kevésbé, akkor nem fogod ennek az emelkedését annyira érezni. Engem egyébként pont ezért nem zavar koncepcionálisan az opera, mert ott nem az van, hogy 10 percenként 2,5 percre kézre pattanunk és kézen állva játszunk, hanem végigcsinálunk kézen állva egy egész darabot. Tehát az már egy koncepció lehet az egésznél, az nem a megúszásra játszik. Hát itt Gertrudisnak, a nyugati elnyomás szimbólumának, Bangban eskütellenségének, és a Bangban cselekményének ugye ott a katartikus gyilkosság, ami lezajlik a Bangbanban, ennek a hőséről van szó, az ő rehabilitációja zajlik. Nem is volt olyan gonosz Gertrud királynő? Mert akkor talán nem kellett volna a Bangbannak megölnie. Talán nem kellett volna. Most kapunk egy cselekményt, ami megkérdőjelezi a Bangbannak a cselekményét, és megkérdőjelezi Banknak a döntését? Tényleg ez a szándékunk? Hogy most nyitunk egy új paradigmát, amelyben Gertrud királynő nem gonosz? Mert akkor Bank a gonosz. Ez lenne a nemzetúj sor mintája? Vagy csak nem értettek egyet, hát nem, vagy akkor ez a nem lesz a másikuk gonosz. Azért várja, ezt a nőt, már bocsássál meg, ezt a nőt, aki a szerelem asszonya ebben a cselekményben, egy jóságos asszony. A tervezett a nőt, musicalben. Ebben a cselekményben, igen. A Égtartja a földet, Erzsébet a szerelem szentje című musicalben. Hát őt megölte Bankban, nem vitatkoztak, de nem arról van szó, hogy volt egy rossz hangulatú szóváltás köztük, hanem hogy a Bankban meggyilkolta. Na most, hogyha ő egy ennyire igaz asszonyt gyilkolt meg, akkor talán esetleg a Bankban a rossz. Vagy most akkor ez akkor hogy maradjon fenn a nemzeti emlékezetben? De hát ezt nem hogy lenne a helyes? Hogy úgy maradt fent, hogy majd az emberek eldöntik. Most az előbb poénból bemondtam, hogy lehet, hogy ez a Joker, de gondolkoztam ezen, és mi van, hogyha tényleg kapunk egy olyan értelmezést, amiben nem tudom, megnézzük a másik álláspontot is. Vagy akár, hogyha most itt az előbb ide idéztük az István a királyt, mert ne lehetne egy másik oldalról megnézni ezt mondjuk kifejezetten abban a színben feltüntetve, ahol mondjuk Koppány a jó fiú. Most én tartalmilag azért nem akarok belekötni ebbe az egészbe, mert egyelőre nem tudunk róla semmit, ezek alapján akár még jó is lehet, tehát ugyanez volt a véleményem a Gyurcsány filmről, hogy az alapján, amit tudunk róla, még jó is lehet, de valószínűleg nem lesz az. Nekem van egy rossz érzésem elsősorban Lezsák Sándor miatt, a Lakitelki szellemőrzője miatt, aki már az Attila az Isten kardja rockoperát is írta, már mint a szöveget, és hát nem egy Bródy János. Hát ez azért kiérződik. És hát itt nem pusztán arról van szó, hogy Lezsák Sándor nem egy Bródy János, ennek ellenére korábban Szörényi Levente, most meg Szikora Róbert, ő benne látja meg az ő zenéjének a megfelelő szöveget beszállító szellemét. Hát én meg bevallom, hogy én meg a politikának a beavászkodását látom az ő személyében. Hát ő egy szimbolikus alak. Már az Antal József mellett az volt. Már Lakitelken az volt. Ő jelenleg az országgyűlés alelnöke. Nem egy kis közjogi méltóság. Lezsák Sándor személyében a politika vesz részt, van jelen egy ilyen alkotói folyamatban. És én egyáltalán nem vagyok meggyőződve, ahogy már az Attila Isten kardja esetében sem voltam meggyőződve arról, hogy a politikának bármi keresnivalója van ilyen módon. Tehát, hogy ilyen módon váltja meg valaki a rendszer bizalmát, ez nyilván nem a Szörényi Leventére vonatkozik, hiszen akkor még nem létezett az a rendszer, amiről most beszélünk. Hogy ilyen módon váltja meg valaki kvázi a musicalének a sikerét, hajlítsátok meg nekem a kapitalizmust, és én megiratom a
politikai megbízottatokkal a szövegét a musicalemnek. És akkor ez, biztosan az, sikeres hogy a, lesz. Hogy az intendáns egybeesik az író személyével, így egy gázsit, egy posztot tudunk spórolni. És egészen biztos, hogy amit ír, az a rendszernek megfelelő lesz. Hiszen ő maga a rendszer. Milyen praktikus lenne, ha az egyetemeken is a rektor és a kancellár az egy ember lenne. Rengeteget takarítanánk meg, csak hát ezek időnként nem értenek egyet. Mi a fene van? Jobb oda helyezni egy saját embert. Arról van szó, hogy a nemzet mindenféle műfajt befogad. Ahogyan a nemzeti rock, ahogyan a nemzeti hip-hop, ugye a Funkadeli személyében, úgy most megszületett a nemzeti musical. És hát egy kurzusműnél mi volna alkalmasabb arra, hogy a nemzetnek az exportcikke legyen olyan társadalmi csoportok felé, amelyeknek a körében eddig a NER nem nagyon reprezentálta magát. Hát a musical színház is megtelik hazaszeretettel. A nézők mostantól csak a lájkok számát láthatják a YouTube videók alatt. A vállalat magyarázata szerint a céljuk ezzel az, hogy a videók feltöltői ne váljanak a dislike támadások vagy zaklatások célpontjává, és hogy elősegítsék a nézők és az alkotók közötti tiszteletteljes interakciókat. Dislike támadások. Már a Google nem engedi nekünk, hogy vélemény nyilvánítsunk, csak ha tetszik. Ha nem tetszik, akkor azt ő elrejti. Akkor az nem érdemel nyilvánosságot. Tudod, most már nem nyilváníthatjuk ki valamivel kapcsolatban, hogy hitvány, hogy nem méltó a létezésre. Kinyilváníthatjuk a tetszésünket, vagy kinyilváníthatjuk a tetszésünk hiányát azzal, hogy nem lájkolunk. Ez a legtöbb, amit tehetünk. Ha nem tudsz jót mondani, nem mondj semmit. Pánglossz mester, rohad a lábad. Candidiát nem mondunk, az negatív. Én nem értek egyet ezzel, hogy nem érdemelte ki a jogot a létezésre. Tehát az a nem tetszésnek a jele. Az a nem tetszésnek a jele akkor is, ha az illető személy, aki nyilatkozik, az elfogadhatatlan valakiknek, mint nyilatkozó, és akár tömegével járulnak oda. Bár előfordul elenyésző esetben, előfordulhat, és el tudom képzelni, hogy mondjuk ilyen fórumokon, most nagyon boomer kifejezést használtam, vagy ilyen kis csoportokban megbeszélik, hogy kijött ennek a szemétládának az új videója, és akkor adjunk neki. Ezek a kis szekták, mindenkihez tartozik egy ilyen, akit 1-2-300 ezeren követnek, vagy 1 millióan. Ugyanakkor nem történik meg valójában a művelet, mert azt az adatot, hogy ezt arányaiban kevesebben kedvelték, mint a másikat, azt nem tüntetik el, hiszen a megtekintések száma a lájkok arányában, az ki fogja fejezni, hogy itt a lájkok aránya 3%, itt pedig 15%. Nem. Tehát az egy rosszabb eredmény. Nem. Csak nem látod, és nincsen az arcodba tolva. Viszont ebben az esetben meg akkor az lesz, hogy hát akkor valamilyen más felületen akarja majd a nem tetszését kifejezni, vagy csinál egy válaszvideót, vagy a kommentek egészen konkrét lefele mutató hüvelykujjakból fognak állni. Nem tudsz lájkolni többször egy videót, de megnézni meg tudod, ha akarod te 100-szor is, tehát ez ezért nem, és ráadásul nem is kell, hogy megnézd a videót ahhoz, hogy belájkold, tehát ezért nem reprezentatív ez, meg nem bírod le, tehát már azt hiszem meg kell nézned a videónak az 50%-át ahhoz, hogy egy megtekintésnek számolja. 5 másodpercet szerintem. De mindegy, mert nem nagyon kell végignézni. Persze, lepauzézod és nyomsz egy dislike-ot. Vagy egy lájkot, vagy bármit. Nekem itt a problémám az azzal van, hogy miért csak a dislike-ok tűnnek el. Én a múltkor gondolkoztam ezen, nem lenne mindenki számára hasznos, hogyha nem láthatnánk, de még csak nem is létezne sem a like, sem a dislike, sem a megtekintés számlálónak a rendszere. Ez szerintem 3 embert érintene. Vagy az egyik az nem ember, de jogi személy. Az egyik, ezek ugye a tartalomgyártók, akik ezáltal nem látnák, hogy mi az a tartalom, amit gyártanak, tehát hogy az a tartalom, amit gyártanak, az népszerű-e. Ő sem tudná. Én úgy gondolom, hogy... mindenki hitből készíteni a videókat? Igen, igen, mindenki az alapján készíteni a videót, hogy szerinte mi a helyes, szerinte hogy kéne csinálnia, és nem a közösség igényeihez formálná. A másik, a nézők, akiket ez érintene, akik szintén nem tudnák, mi a népszerű tartalom, nem az lenne, hogy a gazdagok gazdagodnak, a nagyok azok egyre nagyobbak lesznek, mert nem népszerűség alapon néznél tartalmakat, vagy fogyasztanál tartalmakat te személy szerint, nem tudnád, milyen népszerű az a tartalom, amit fogyasztasz, hanem minőségi alapon. És a harmadik,
az pedig a cégek, a szponzorok, akiket ez érintene, akik nem népszerűségi, hanem minőségi alapon kéne, hogy megválogassák azokat a tartalomgyártókat, akiket ők támogatni szeretnének. Szerintem ez egy, ez, hogy a népszerűség helyett a tartalom helyességét, minőségét helyeznénk előtérbe, ez egy tök jó rendszer is lehetne. Én nem értem, miért állunk meg a dislike-oknál. Főleg úgy, hogy ezzel, hogy volt ez ide írva, hogy dislike támadások vagy zaklatások célpontjává ne váljanak. Te, mint tartalomgyártó, ugyanúgy látni fogod, hogy hányan diszlájkolták a videódat, csak ez nem lesz publikus, tehát maximum, hogyha nyilvános megszégyenítésnek érezted eddig, akkor ebben most már nem lesz részed. De tudod, én azt hiszem, hogy ezután majd az lesz a következménye ennek, hogy sokkal több lesz a komment, és majd kommentekben diszlájkolnak az emberek, ahol majd le fogják írni, hogy miért hitvány, hogy miért ócska, hogy miért undorító, mert az igény, mert a drive ott marad bennük, hogy diszlájkoljanak, nem tehetik meg ezt, még ha megteszik, és ha felhasználó látja, vagy mármint a tartalomkészítő ezt látja, az nem válik közösségi élményé, tehát miért tegye? Tehát nem lesz értelme diszlájkolni, mert azért, hogy az egyetlen tartalomkészítő meglássa. Az gyakorlatilag nincs. Az az információ nem létezik. A Google kivonta a nyilvánosságból. Akkor tehát az lesz ennek a következménye, hogy sokkal többen fognak gyűlölet kommenteket írni, hogy azt a feszültséget, amit a diszlájkolással levezettek, azt valamilyen módon ki tudják adni magukból. És ennek mi lesz a következménye? Sokkal toxikusabb kommentfal, mint ami eddig. Márpedig a helyzet az, hogy a YouTube egy sokkal kulturáltabb felület volt a kommentfal nívóját, meg a kommentfalnak a gyűlölet koncentrációját tekintve, mint mondjuk a Facebook. Százszor kulturáltabb volt, mint a Facebook. Nyilván ehhez az is hozzájárul, hogy sokkal fiatalabb a közönsége, sokkal kevesebb szektás nyugdíjas használja, sokkal kevesebb DK-s nyugdíjas, sokkal kevesebb fideszes nyugdíjas. Minden esetre jól érezhetően sokkal kulturáltabb volt a hangnem a YouTube kommentekben, mint a Facebook kommentekben. Sokkal. Nem éreztem ennyire erősnek a különbséget, mint hatalmas. A korrelációt sem érzem ilyen erősnek, de azért nem mondasz hülyeséget. Én tudod, mit érzek? Hogy három programsorral lehet megoldani azt, hogy aki dislike gombot nyomott, az ne tudjon kommentelni, vagy ha már kommentelt, az ő kommentjét kapcsoljuk le. Ez lehet a következő lépés. Nagyon gyűlölködőek lesznek, úgyhogy azt inkább ne is mutassuk. De egyébként... Hova térünk vissza? Oda, ahol az operett sztár az operett rajongótól kapja a celofános virágot. Mindenki csak arról fog tudni, hogy az emberek imádják. Hát ő volt egy MSZP fórumon, és mindenki ott azt mondta, hogy az MSZP-re fog szavazni. És tudod, eddig a YouTube-on le lehetett tiltani a kommentelést, le lehetett tiltani a lájkokat és a diszlájkokat, de olyan nem volt olyan opció, hogy csak a diszlájkot tiltod le, a lájkot azt kéred. Olyan volt, hogy... Olyan opció volt, hogy sem a lájkot, sem a diszlájkot nem akarod látni, illetve, hogy mindkettőt akarod látni, tehát már eddig is megtehette ezt a felhasználó, és számos felhasználó meg is tette, de ez nem elég a Google-nek. Most már ne is lehessen de látni. Egyébként, de arra egyébként eddig is volt opció, sőt, még a mai napig is van, hogy megadhatsz kifejezéseket, amit hogyha valaki leírna kommentben, akkor az ő kommentjét ki se engedje. Uh-huh, tehát igen. Te magad állíthatod be, igen, tehát te magad a saját csatornádon beállíthatod ezt a szűrőt, hogy mi az, amit figyeljen, és ezen felül, mert ezeket a kommenteket akkor visszatartja, és te, hogyha akarod, manuálisan átengedheted, de emellett a YouTube-nak is van egy ilyen szűrője, ahol a múltkor a saját csatornámon egy videó alá akartam a saját profilommal kommentelni, úgyhogy én vagyok a feltöltő, én vagyok a tartalomgyártó, válaszolni akartam valakinek, mert hülye vagyok, és nem engedte ki a kommentemet a YouTube. Azt mondta, hogy ebben valami olyan kifejezés van, amit az ő rendszere nem enged át. Tehát ők is nézik ezeket a kifejezéseket. Rájöttél, hogy mi volt az, és nem fogod elmondani inkább. De nem emlékszem rá, mert nagyon dühös komment volt. Egyébként angolul írtam, tehát lehet, hogy magyarul még működik, lehet anyázni. Százszor normálisabb, még így, még ilyen körülmények között is százszor normálisabb a YouTube, mint a Facebook. A Facebookon például nem lehet letiltani a kommentelést. Mark Zuckerberg nem engedi, hogy tiltsd a kommentelést, mert az neki adat. Az neki forgalom, az neki felhasználás. Tehát ő az összes kommentet
engedi, és te neked kommentről kommentre kell tiltanod azt, amit te nem kérsz, de a kommentelés nem lehet tiltani. A lájkok láthatóságát sem lehet tiltani. Amit a YouTube-on megtehetsz, rád van bízva, hogy te a saját csatornádon nem akarod látni a lájkoknak meg a diszlájkoknak a számát, mostantól már csak a lájkok számának a láthatóságáról dönthetsz, hiszen a diszlájkokról már döntött a Google, a Facebook ezt sem engedi. De nem alakul ki itt egy ilyen iparági standard, hogy akkor a Facebooknak is le kell vennie azt a mérges fej emojit? Mert ez az is azt jelenti, hogy vagy mérges vagyok amiatt, amiről írsz, vagy rád vagyok mérges. Előbb-utóbb ez lesz. Igen, előbb-utóbb ez lesz. Tudod, mi lesz a mérges fej a jövőben? A Facebookon? Nem állítom, hogy ez most vagy nem fél éven belül meg fog történni, de hogy ebbe az irányba tartanak a kommunikációs trendek, az jól érezhető. Az lesz fejjelentő gombot kéne oda tenni. Mérges fej a jövőben, a mérges fej a jövőben az lesz, hogy a mosolygós smiley-t nem rakod ki. Elmarad a like. Ez a mérges fej mostantól. Van a pszichológiában a hat alapérzelem. Az öröm, a szomorúság, a félelem, az undor, a harag és a meglepettség. Ezt egyébként a Pixarnak a filmjében jól le is lehet követni, bár ott ugye hiányzik a meglepettség. Melyik hiányzik ezek közül a Facebookon? A félelem egyrészt, és a másik pedig az undor. Szerintem annak akartak itt elébe menni, hogyha valaki kirak magáról egy képet, akkor nehogy már bejelöljük undorítónak, vagy bármit, vagy hogy sütött valami házi mágiarakást, és hogy hú, de undorító. De tudod, mi a következmény? Még vastagabb fal a buboréknak, még biztonságosabb terek, még kevésbé beszüremlő valóság, még szektásabb, még elszigeteltebb társadalom, egyre kevésbé nevezhető társadalomnak, egyre inkább csak egymás mellett élő szubkultúrák tömegének. Ennek ez a következménye. Még egy lehetőségét az interakciónak lekorlátozták, hogy a dislike támadásokat, mert ez már támadás, ugye? Hogy te kifejezed a nem tetszésedet. Nem, az, hogy oda csődítesz 3000 diszlájkolót, az a diszlájk támadás. Hát én értem, de az, hogy ő kirakott egy tartalmat, aminek mondjuk te szerinted nem lenne szabad szerepelni a YouTube-on, az nem támadás. Az nem támadás, az tartalomszolgáltatás. Az, hogy te véleményt nyilvánítasz erről, mondjuk negatív véleményt nyilvánítasz erről, az dislike támadás. De akkor miért nincs baj a like támadásokkal? Egyébként... Azzal, hogy te oda csődítesz mondjuk 30 ezer, vagy 3 ezer, vagy 300 ezer embert, hogy lájkoljon. YouTube... Az nem hajlítja meg? Az nem hajlítja meg a kommunikációs teret, úgy, mint a diszlájkok? Értjük. Nem valóságot YouTube... akarnak. A YouTube nem baj, hogy meghajlítja a teret, hanem ők mindig pozitív környezetet akarnak, nem a valóságot. A nem YouTube algoritmusa ugyanúgy interakciónak nézi a diszlájkot is, tehát egyébként a megtekintéseidnek még jót is tesz, hogyha valaki rád költ 3 ezer diszlájkot. Úgyhogy még hálásnak is lehetne lenni érte. És úgyse látszik. Most már nem látszik. Elindulok valahonnan, mert szeretnék feltenni egy kérdést, és a múltkor tettem egy érdekes megfigyelést. Amikor vérvételen vagyok, nem bírok nem oda nézni, amikor szúrnak a tűvel, pedig nagyon utálom. Azért nem bírok nem oda nézni, mert hogyha nem látom, hogy milyen a tű, mekkora, hogy szúrnak, mi történik éppen, akkor ott bármi történhet. És hogyha nem tudok róla, akkor az agyam sokkal rosszabb dolgokat projektál oda a helyére, mint ami a valóság. Amikor nem látjuk a kommenteket, és nem látjuk, hogy hány dislike van a videónkon, akkor ez a bárhonnan ránk ugrani képes, sötét sarokban kuporgó félelem, ez nem ijesztőbb, mint hogyha elolvastánk, hogy valaki leírja neked kommentben, hogy dögölj meg. Nem, arról van szó, hogy eddig tartanod kellett magad egy bizonyos normához. Valamiféle normához. Ezek a dislike támadások, ezek nem maguktól gerjedtek fel. Ezek a dislike támadások, ezek akkor történtek, amikor valaki egy konszenzusos normát, ami évek hosszú során keresztül egy konszenzus volt, mélyen alulmúl. Mondok egy példát. Berki Krisztián a Bentley-ével lebüntető fékezi a tömegközlekedést. És aztán Berki Mazsi meg elmagyarázza, hogy nem is úgy volt, a Krisztián nem is ezt csinálta, itt akartunk jobbra kanyarodni, stb., és össze-vissza hazudozik, hogy mossa a szennyest.
így ilyenkor persze jön a dislike támadás, az úgynevezett dislike támadás. Most mi az eredménye annak, hogy ezt a dislike támadást ellehetetlenítik? Az az eredménye, hogy egy ilyen helyzetben a Berki Mazsi, meg a Berki Krisztián, vagy bárki, aki ilyesmit tesz, nem válik belőlük kulturális precedens. Megakadályozza a Google, hogy kulturális precedens váljon belőlük. Ők is csak egy inger az ingerek tengerén. A megannyi bejövő inger közül egy. Meg vagyunk fosztva a lehetőségtől, legfeljebb nem lájkoljuk, és akkor viszonylag kevés lájk van alatta. Ez a legtöbb, amit tehetünk. Valójában megfoszt minket a lehetőségtől, hogy egy kulturális precedens teremtsünk abból, hogy na, ilyet nem szeretnénk. Na, ez elfogadhatatlan. Eddig volt egy ilyen lehetőség, amikor valami alatt 300 like volt, és 13 000 dislike, az jelzett valamit a befogadónak. Azt jelezte, hogy itt valami példás gazemberség történt kulturális értelemben. És ezt a jelzést veszik el tőlünk. Elveszik tőlünk a lehetőséget, hogy jelezzük egymásnak, hogy ez valami példátlan. A rossz értelemben. Nézd meg, hogy okulj. Hanem itt mi fog látszani? 300 like, viszonylag nagy nézettség, hát nem lájkolták sokan. Nem lesz annak feedbackje, hogy valaki azt mondja, hogy bárcsak ezt soha nem láttam volna. Azért mondott valamit eddig is a like és dislike arány. Azt, hogyha az jelentősen a like felé dől, akkor az emberek bármennyire is edukáltak, bármennyire is jó az ízlésük, vagy nem jó, bármennyire is értelmesek, vagy nem, bármilyen politikai oldalhoz is húznak, mégis a 80-90%-uk azt gondolja, hogy ez itt rendben van, nem fogok, vagy nem nyomok semmit, vagy lájkot nyomok. Ha ez fordítva volt, az azt jelenti, hogy ezekre a paraméterekre nézve, ezektől függetlenül az emberek nagy része együtt érez, hogy ez nem jó. És hogyha ez 50-50% volt, akkor lehetett érezni, hogy itt bizony rá lett tapintva egy repedésre, aminek a mentén össze lehet ugrani. Az egész YouTube, mint ahogy a legtöbb blogfelület is, meg nyilván a Google Analytics, amit hozzá lehet adni nagyjából akármilyen applikációhoz és weboldalhoz, az ezekre a statisztikákra van felhúzva, tehát ott van mögötte, hogy kapott, hogy téged 75% férfi és 25% női megtekintő szokott nézni, és általában kedd délután jönnek a legtöbben, el tudod dönteni ilyen profil, mint egy ilyen híradó stáb, hogy hogyan optimalizálsz, de gyakorlatilag a statisztikával azt kapod meg, hogy tömegvezérelté válsz, mert elkezded kiszolgálni ezeket az embereket, akik téged néznek. Ami nagyon jó, hogy néznek, mert nem tudnád a hangodat hallatni, a véleményeddel színesíteni a közbeszéd palettáját, ha az emberek nem volnának rád kíváncsiak. Csak vajon nem nekik kell-e pontosan megfelelni minden tekintetben tized milliméter pontossággal, vagy nem? Miért nem jut eszébe valakinek olyan statisztikát adni a különböző videókhoz, vagy blogbejegyzésekhez, hogy amit te írtál, vagy mondtál, vagy beszéltél, az mennyire volt szellemes, tartalmas, eredeti, együttérző, kritikus, változatos és művészi. És ilyen csúszkák lennének, ha valaki, tudod, ez lenne a like és dislike helyett, hogy ezt így valaki beállítja, és ezzel szembesülsz, és nem azzal, hogy hányan, nem mennyiségi, hanem minőségi visszajelzést kapnál. Nem kéne szerintem, hogy számítson se a lájkok, se a diszlájkoknak a száma, hiszen te az alapján csináltad meg azt a tartalmat, feltételezem, ahogy te eleve a legjobbnak ítélted, miért csinálnád most máshogy. Ugyanakkor eddig a tartalomgyártóra volt bízva, hogy figyelembe akarta-e venni a lájkok vagy a diszlájkok számát, a kommentek tartalmát, és szerintem itt van a probléma gyökere, hogy ezt akkor bízzuk rá minimum a tartalomgyártóra, ne mi, mint a Google döntsük el neki. Azt is gondolom viszont, hogy gyáva dolog valahol kirakni magadat az internetre, és azt mondani, hogy mindenki mondjon, amit akar, de csak addig, amíg az egy kedves dolog rólam. Tehát én itt elkészítettem valamit, ami az én produktumom, amit úgy gondolom, hogy mindenkinek látnia kell, amiről úgy gondolom, hogy mindenkinek lehet véleménye, ha az nekem kedvez. És amint elkezdenek beszólogatni, elkezdenek támadni téged, értem, hogy egy gané dolog egy zenei videó alatt azt írni, hogy jaj, de dagad benne a csaj.
És hogy itt valójában ezek a tök jók voltak a Cserháti számai, elég gonosz dolog tőled, hogy ezt mondod. Bocsánat, ezt kommentben olvastam. Tehát, hogy és itt ezekben a helyzetekben valójában a buli az, aki hibás, tehát az, aki ezeket a kommenteket írja, és egyértelműen semmi más célja nincs ennek a kommentnek. Most tudom, most itt a Robi fintorog, de most ennek a kommentnek mi más célja van, mint az, hogy megbánsd a tartalomgyártót egy tök irreleváns dologgal, de nem az ő érdeke változtatni ezen. Tehát, hogyha azt várjuk, hogy az összes ilyen ember, aki ilyen kommenteket ír, megváltozzon egy csapásra, akkor az nem fog sikerülni, és én nem látok más megoldást, mint azt vállalni, hogyha kirakod magadat az internetre, nem helyes ez a rendszer, de az egyetlen működő rendszer, akkor, hogyha valaki kommentel, még ha nekem nem is tetszik, akkor is azt mondjam, hogy jó, hát lesz. Digitális közszereplő fogalmát fogod itt kimeríteni. Igen, de tudod, eddig gyávaság volt az, hogyha te nem akartad, hogy látszódjon az, hogy téged hányan diszlájkolnak, meg milyen a lájkoknak, meg a diszlájkoknak az aránya. Mert az mindig beszédes. Az egy információ. Az nyilvánvaló, hogy nem az alapján tetszik, vagy nem tetszik egy videó, hogy mennyi alatt a lájk, meg a diszlájk, de az informál valamiről. Legalábbis arról, hogy a felhasználóknak tetszik, vagy sem, hogy fogadják, ettől az információtól most már el vagy vágva, és ez a gyávaság mostantól kezdve már nem lehetőség a számodra, hanem kényszer. Mostantól gyávának kell lenned, mert a Google gyáva a te nevedben. Ez itt az igazi probléma. Amiről te beszélsz az injekciós tű kapcsán, egyre inkább vakon repülünk. Mert ez az információ sem tartozik már ránk. Ez az információ is most már csak a Google-re tartozik, meg a tartalomgyártóra tartozik. Eddig voltak bizonyos kulturális szempontok. Ezek a kulturális szempontok a YouTube-on érvényesülni tudtak. A lájkok és a diszlájkok aránya egy ilyen kulturális szempont volt. És most szűnnek meg ezek a kulturális szempontok, és a helyükre kizárólag a Google üzleti érdekei lépnek. Ez itt az igazi probléma, hogy egyre kevésbé kulturális agóra ezáltal, és egyre inkább egy pénztermelő felület. Ami természetesen a Googlenek és emellett neked is, hiszen hát nem már Zuckerbergről van szó, aki nem osztozik senkivel, hanem hát neked és a Googlenek egyaránt pénzt termel. És ilyen módon te is be vagy emelve ebbe a bizniszbe. És ilyen módon érezheted azt, hogy a Google legalább üzletfélnek, partnernek tekint téged. De akárhogy is, mi többé már nem diszkreditálhatunk tartalmat. Ez a jogunk el van véve. Míg a Googlenek továbbra is adott a jog, hogy diszkreditáljon egy tartalmat, bármikor eltüntetheti valamelyik videódat, bármikor törölheti akár a csatornádat. Tudod, őnekik bármikor megvan a joguk, hogy egy tartalmat eltüntessenek, neked már ahhoz sincs jogod, hogy egy tartalommal kapcsolatban a nem tetszésedet kifejezd. A kritika általában konkrétum helyett személyeskedést tartalmaz a kommentekben. Nem azt tudod meg belőle, hogy mitől felelhettél volna meg jobban, csak azt, hogy nem feleltél meg. De a dicséret sem jobb minőségű. Vagy azt írják, hogy megkönnyeztem, vagy azt, hogy hányok tőle. Tehát, hogy nagyjából, hogy a testnedvek közül melyiket váltotta ki, és akkor itt még sorolhatnánk a nyirok rendszerig mindent. De tudod, hogy így rendben van, hogy megkönnyezted, vagy hánysz tőlem, de miért, mire gondoltál, miben okoz neked gyönyört, hogyan vált ki undort, hogy érthetlek meg, mitől járok a helyes úton, ha örültél, és mivel járok a susnyásban, amivel megbántottalak. Mondd el, és akkor hozzátettél. Én azt javaslom, hogy mindenki, akinek van YouTube csatornája, hozzon létre egy szarok nevezetű playlistet, és tegye be oda azokat a videókat, amiket nagyon diszlájkolna. Ezt kezit csókolom. Magadnak igen, de a nyilvánosságnak? Hát tudod, senki nem fogja az én playlistemet megnézni ahhoz, hogy megtudja, hogy én mit nem szeretek. A tiédet tudod, egyébként pont igen. Lehet, de tudod... Neked is vannak szektársai. Megint csak elveszítettünk egy jogot. És tudod, egy multinacionális részvénytársaság megint visszavont tőlünk egy jogot, és megtartott magának.